Most pedig nézzük meg azt, hogy hogyan lehet egy sminket telepíteni, hogyan lehet kibővíteni a rendszerünket egy ilyen sminkkel. Ehhez el kell vándorolnunk a Drupal.org-ra, és itt meg kell keresnünk a sminkeket, ez a download per Teams könyvtárba lesz benne. Itt a Teams könyvtáron belül ki kell választanunk azt a sminket, ami nekünk inkább tetszik. Én most ezt a sminket fogom választani. Nem egyből a download gombra mentem azért, hogy meg tudjam mutatni, hogy itt mindig a saját oldalán többfajta lehetőség van, többfajta dolog közül választhatunk. Nagyon fontos, hogy mindig az olyan kiadásokat töltsük le, amik úgynevezett hivatalos kiadások, ugyanis ezek a kiadások valószínűleg bizonyos test időszakon már átmentek, és gyaníthatóan jól használhatók lesznek. Soha ne kísérletezünk édes oldalnál dev kiterjesztésű végű sminkekkel, mert ezekkel bizony-bizony problémák lehetnek. Természetesen a nem dev kiterjesztésű sminkekkel is lehetnek problémák, de azokkal jóval kevesebb, mint hogyha mi ilyen fejlesztői változatot töltenénk le. Töltsük le ezt a sminket, és láthatjuk, hogy ez a smink ez letöltődött ide a Downloads könyvtárba. Itt vannak benne a különböző fájlok, ezeket most nem is kell értenünk, elég, hogyha ezt a könyvtárat fölmásoljuk a megfelelő helyre. A megfelelő hely az a Sites per All, és itt létre kell hoznunk egy Teams könyvtárat, és ide kell feltöltenünk ezt a sminket. Ettől fogva a saját oldalunkon a webhelyépítés sminkek menüpont alatt ott is van a kiválasztott smink. Ezt engedélyezni kell, valamint be kell állítani alapértelmezetre. Beállítások mentése. Készen is vagyunk, meg is jelent a mi kis sminkünk teljesen átformázva az oldalunkat.